Szabálysértési törvény alapján a 40-es paragrafus 8 bekezdés ápontja tiltja, hogy itt gépjármű parkoljon. Ennek, hogyha itt lenne a tulajdonos 13 ezer forintos költsége van, így, ha megírjuk a feljelentést, ez befut a polisz.hu-n az országos rendőrkapitányságra, amelyet a Bicskei Városi Kapitányság kapnánk, és ide kell már az ügyfélnek tanúmeghallgatásra bemenni, és itt. Vagy ha elfelejtetek kitenni a rokkant kártyáját, és mégis a gépen be tudja mutatni, és ezt a rendőrök kihallgatás során és az eljárás során mérlegelik, hogy milyen bírságot, vagy netán elengedik a bírságot az ügyfélnek. Németh Gyula és Páli Zoltán személyében újra vannak közterületfelügyelő Bicskének. 2023. júliusban kerültek a bicskei önkormányzathoz, ahol rögtön beiskolázták őket. A két hónapos közterületfelügyelői tanfolyam végén, aminek 30% elmélet, 70% gyakorlat volt, szeptemberben vizsgát tettek, így szerezték meg feladatellátásokhoz nélkülözhetetlen papírokat. Nagyon kellett már, úgy gondolom, hogy Bicskének a közterületfelügyelet. Mondhatjuk azt, hogy ez is egy régi adóssága a városvezetésnek, hogy a településen való rend hely rájön, legfőképpen a közterületeinken. Kezdődtek az illegálisan elhagyott autók tulajdonosainak felkeresésével, és aztán a 102 autóból tulajdonképpen minden olyan autót elszállítottak, vagy elszállítattunk, amely tilosban parkolt, vagy esetleg parkolóhelyet foglalt. Ez volt az első lépés, aztán jöttek tehát a parkolás folytatásaként a tilosban parkolások, a közterületen való dohányzás és esetleg alkoholfogyasztás vagy tudatmódosítók fogyasztása kapcsán. Én azt látom, hogy nagyon nagy szükség van erre most jelenleg a városban, hiszen nem mindenki tudja, hogy a közös békés együttélés vagy egymás mellett élés szabályait az hogy is kéne betartani, és nem biztos, hogy úgy figyelnek másokra, hogy ez esetleg zavar valakit, vagy szabálytalan, vagy szabálysértést hajt ezzel végre. Én úgy gondolom, hogy meg kell azokat a kereteket, azokat a határokat szabni, ami ezt az egymás ellentélést vagy együttélést tudja jól eredményezni. A közterületfelügyelők feladatai közé tartozik a közbiztonság növelése, a rendőrség munkájának segítése, illetve együttműködés más társszervekkel és polgárőrökkel. 2023. július elején kerültem ebbe a pozícióba a munkatársammal, illetve az itt lévő kollégámmal együtt, Németh Gyulával hajtjuk végre ezt a feladatot. Július elején még nem voltak meg azok a feltételeink, ami alapján mi ezt a közterületfelügyeletet el tudnánk látni. Ezért az önkormányzat, illetve a polgármester hivatal úgy döntött, hogy beiskoláznak bennünket egy 3 hónapos tanfolyamra, amelyet Budapesten hajtottunk végre, és ezt követően a belügyminisztérium akkreditált vizsgaközpontjába szeptember elején vizsgát tettünk. A feltételeink 2023. december 6-án kerültek olyan helyzetbe, hogy tudtuk alkalmazni már azokat a törvényi pontokat, amelyek alapján mi el tudjuk látni a közterületfelügyeletet. Ez elsősorban az 1999 évi 63. törvény, a 2012-es évi második törvény a szabálysértésről. Ez a kettő olyan dolog, ami alapján nekünk a feladatokat el kell látni, az, hogy milyen szabálysértések, milyen egyéb kirívó dolgok történnek itt a városban, arról majd a kollégám Németh Gyula fog a későbbiekben beszélni. Nekünk a közterületi rend és a tisztaság, a település önkormányzat által a közterület felügyelet, illetve a közterület felügyelő útján gondoskodik ezen szabályoknak a betartásáról. Fontos még ezen kívül az önkormányzati vagyonnak a védelme.
hogy erre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, illetve azokat a kirívó dolgokat, hogy itt a városban elsősorban, amikor fő feladatként megkaptuk, hogy 106 olyan gépjármű volt az utcákon, amelyeken nem volt forgalmi, rendszám nélkül voltak kihézve, ezeket a gépjárműveket írtuk össze, derítettük fel, majd ezt követően értesítettük a tulajdonost, illetve az üzemben tartott, hogy a gépjárművet a közterületről el kell szállítani, amennyiben ez nem történik meg, akkor pedig különböző engedélyeket, illetve közterületfoglalási engedélyekkel részükre kérni. De tárolni gépjárművet csak úgy lehet, hogyha erre van engedély. Tehát amúgy ezeket a gépjárműveket nem lehet a közterületen engedély nélkül tárolni. Sem amelynek nincs rendszáma, sem olyan gépjárművet, amelynek lejárt a műszaki engedélye. Erre így fel is hívnánk a lakosok figyelmét, hogy a közeljövőben erre tessék nagyobb hangsúlyt, illetve figyelmet fordítani. És a célunk nem az, hogy itt mi a kezdetektől bírságokat szabjunk ki. A legelső interjúban is, amit még tavalyiben, decemberben forgattak velünk, elmondtuk, hogy nekünk a célunk a fokozatosság elvének a betartása, tehát mi ezeket figyelmeztetésekkel kezdtük. Mindenki az autójára, ami itt elkövetett szabálysértést, vagy olyan dolgot, akkor kapott egy kis figyelmeztető cédulát a gépjármű szélvédőjére, de ez a türelmi idő most már lejárt, eltelt fél év. Most elkezdtük már a feljelentéseket, amelyeket mindenki szintén a gépjármű szélvédőjén talál meg, ahol ezt a szabálysértést elköveti. Le van írva, hogy milyen törvény melyik pontját szegte meg, de erről majd részletesen szintén a kollégám fog beszélni. Ezen kívül még kirívó dolgok a közterületi alkoholfogyasztás, a szemetelés, tehát a köztisztaság, valamint amire még nagyobb hangsúly kellene fordítani, a nem dohányzók védelméről szóló törvény, amely szintén itt nagy-nagy probléma, és azokat a közterületeket, amelyeket az önkormányzati rendelet is tilt már 2012. január óta, itt ez már 12 éve életben van ez az önkormányzati rendelet, de nagyon sokan erről rendeletről nem tudnak, és azt szabályozza, hogy mik azok a terek, ahol a dohányzás tiltva van. Itt kiemelném a Hősök terét, a Kossuth teret, a Bicskeszíve parkot, a Családok parkját, és természetesen azokat az egyházi létesítményeket és leleteket, amelyeket ez az önkormányzati rendelet szabályoz. Itt le van írva, hogy ezektől hány méter távolságot kell tartani az egyházi létesítményeknél. 3, a játszótereknél, illetve a különböző tömegközlekedési eszközök váróhelyeinél, itt a helyi járatos buszok, tehát a buszvároknál, ott az 5 méter távolságnak meg kell lenni buszvárónak a határvonalától. Valamint az egészségügyi létesítményeknél, ott pedig a bejárattól számított 10 méteren belül tilos a dohányzás. Itt már meg is kezdődött Bicskén ezen kapcsolva a szankciók, tehát itt a közterület felügyelő a rendelet alapján 30 ezer forintig szabhat ki helyszíni bírságot. Na, igazából ez már ide vonatkozik a tényre, hogy itt a dohányzás tilos, de rendszeresen itt is találkozunk olyan lakosokkal, akik a parkon belül gyújtanak rá és szívják a cigarettát. Őt természetesen, amíg még nincs meg az a szankciós, addig figyelmeztetés, majd ezt követően itt is a helyszíni bírságolások megtörténni, mert a közterület vagy 30 ezer forintig sújthat helyszíni bírsággal. Szabályszegések és bűncselekmények felderítésében is részt vesznek, hatáskörökön belül intézkednek. Ahogy a kollégám is említette a bevezetőben, a közterületfelügyelet egyik fő feladata az, hogy a szabálysértéseket észlelje, és ezeket az észlelt szabálysértésekkel szemben ugye eljárjon. Többféle eljárás lehetséges ezekben az esetekben, ami lehet figyelmeztetés, egy szóbeli figyelmeztetés, lehet helyszíni bírság kiszabása, illetve történhet feljelentés is. Figyelmeztetés és helyszíni bírság kiszabása abban az esetben lehetséges, amennyiben az elkövetőt vel találkozunk a helyszínen, amennyiben csak egy rossz helyen hátrahagyott autóval találkozunk, ott nem tudunk más intézkedést alkalmazni, mint a feljelentést ismeretlen személy ellen. Össze lett gyűjtve, hogy melyik az a 6 leggyakoribb szabálysértés, szabálysértési forma, amivel Bicskén itt a tevékenységünk során találkozunk. Az első és a leggyakoribb, ez a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése,
amivel szemben nekünk el kell járni. Itt alapvetően a megállás, a gépjárművel történő megállás várakozás szabályait kell érteni, ami több szabályt is megsérthet ez a kör. Itt ami leginkább gyakori, ez a megállni tilos tábla, illetve a várakozni tilos tábla jelzésének a figyelmen kívül hagyása. A rakodási területeken történő megállás, várakozás témaköre, mozgáskorlátozott parkolóhelyeken történő várakozás, a kereszteződésekben történő megállás, autóbuszöbölben történő megállás, illetve amivel nagyon sok esetben találkozunk, az pedig a járdán történő szabálytalan megállás. A következő ilyen nagy pont, erről már részben volt is szó, a dohányzási tilalom megsértése, nem dohányzók védelméről szóló törvény, illetve helyi rendelet is szabályozza azokat a helyeket, határozza meg azokat a helyeket, ahol tilos a dohányzást. Ezt minden dohányzónak illik ismerni, és ezeket az előírt szabályokat betartani. A harmadik ilyen nagy terület a köztisztasági szabálysértés. Itt alapvetően a szemetelés, illetve a szemét elhelyezése közterületeken, akár belterületen, akár külterületen. A negyedik ilyen nagy témakör a közterületi szeszes ital fogyasztás szabályainak a megsértése. Ezt is helyi rendelet, illetve a szabálysértési törvény is szankcionálni rendeli. A következő a közterület használattal kapcsolatos szabályok megszegése. Ezzel kapcsolatban is számos esetben hagyunk értesítést a lakosok postaládájában, és felhívjuk ott a figyelmet, hogy mi az, amit nekik ott meg kell szüntetni, vagy mi az, amivel nekik törődni kell. Gondolunk itt olyanra, hogy tüzelőanyag, építőanyag, építési, bontási törmelék elhelyezése közterületen, vagy esetleg bútorzat elhelyezése közterületen. Az utolsó pont pedig, amivel szintén nagy számban találkozunk itt Bicskén, az pedig az, hogy a lakóingatlanokon nem szerepelnek házszámok. Helyi rendelet szabályozza, hogy minden tulajdonos kötelessége, hogy a lakóingatlanán, a házon házszámot helyezzen el. Hát ugye az eljárás menete az nagyban függ attól, hogy milyen jogellenes cselekményt észlelünk. Ha csak maradunk az első példánál, észlelünk egy olyan gépjárművet, ami szabálytalanul állt meg, és ott tartózkodik a gépjármű vezetője, akkor ebben az esetben oda megyünk, köszöntjük őt, tájékoztatjuk, hogy milyen szabályt sértett meg, és igazoltatásra kerül sor minden esetben, ahol a személyes okmányainak az ellenőrzése, illetve a gépjármű okmányainak az ellenőrzése történik, és ezt követően történik meg maga a szankció, vagyis egy figyelmeztetés kiszabása, vagy helyszíni bírság kiszabása. Szolgálati ideig megkezdése óta nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttek azzal kapcsolatban, hogy melyek a város életében azok a pontok, melyekre jobban oda kell figyelni a lakosságnak. Hát ezt a munkát szeretjük csinálni, társammal, és az a tapasztalat igazából itt százalékos arányban tudni erről beszélni, hogy van a lakosságnak a 80%-a, aki a közterületfelügyeletet elfogadta. És nagyon sok olyan ember meg is szólít bennünket, és elismeri a munkánkat, akik már várták, hogy legyen egy ilyen felügyelet, amely odafigyel mind a köztisztaságra, mind a szabálysértőkre. Van az a 10%, amelyet meg lehet győzni, és marad az a 10%, amelyre nem lehet hatni. Tehát ennyit tudnék elmondani erről a százalékos arányról, illetve a megosztásról, hogy az emberek hogy állnak hozzá a mi munkánkhoz, illetve mi mit tapasztaltunk kint a városban. Ha meg tudom erősíteni kollégám előző nyilatkozatát, én is azt tudom mondani, hogy a lakosság 80%-a támogatja a munkánkat, tényleg többen odajönnek hozzánk, és elismerően nyilatkoznak arról, hogy fellépünk a szabálysértőkkel szemben, örülnek nekik, hogyha ha az embereket igyekezzünk abba az irányba terelni, vagy abba az irányba tudjuk terelni, hogy a szabálykövető módon viselkedjenek. A közterületfelügyelők az arányosság elvét követik munkájuk során, vagyis először figyelmeztetnek, majd a jegyzői akaratot fogják a város lakosaira a szabálysértési vagy közigazgatási bírságként kiszabni.